Jó estét kívánok, kedves barátaim! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit! Megyér Jonatán vagyok, 8 ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Ma sem élőben jelentkezem be, ezt nézzétek el nekem, de nem sokkal járunk 8 óra előtt. Elsősorban mindenkinek boldog új évet, kívánok boldog polgári új évet, kívánok természetesen. Ha zsidó ember, zsidó rabbi szájából egy ilyen köszöntés furcsának tűnik, akkor érdemes Visszatekerni a tegnapi beszélgetésünkre, a tegnapi kis tanításra, amelyben elmagyaráztam, hogy mi a zsidóság köze, ha úgy tetszik, a, a polgári új évhez, és egyáltalán van-e bármi dolgunk a polgári új Sok-sok szeretetek, köszöntök mindenkit! Tehát a mai nap még mindig nem a tányával fogunk foglalkozni, mert egy csomó kérdés érkezett, ezekre szeretnék szépen sorjában válaszolni, meglátjuk, hogy elég idő lesz rá. Egyik kérdés, sőt felolvasom, mert egy egész csomó kérdés érkezett a messiással kapcsolatban, a, zsidó, a zsidók messiás várásának ö, ö, is mondjam, formájával kapcsolatosan, és ezt ö, talán egy kerek egészben érdemes lesz tisztázni, úgyhogy ö, nézzük csak a kérdést. A zsidóság hogyan készül a messiás eljövetelére? A zsidóság mit tesz annak érdekében, hogy felismeri a messiást? Azaz, például ne úgy, még hasonlóan se járjon a messiás, mint, mint egyes vallásoké. Fel van -e arra készülve, hogy ham, egyes hamis messiások jelennek meg, hamis messiások felismeréséhez, leleplezéséhez, milyen támpontok állnak rendelkezésre? Az igaz, az a messiás felismeréséhez milyen támpontok állnak rendelkezésre? Elnézést, ez megint ismétlődik. A felismeréshez szükséges az elegendő, vagy elegendő feltétel a csodatétel és ilyenhez hasonló kérdések, azt mondja, a sátán, mint aki Istennek jelenleg is munkatársa, aki nem rossznak teremtetett, mert a teremtés tökéletes cselekedetei mégis Isten előtt bűnösek Az az ember, aki a sátán szolgálatába áll, az a sátára vonatkozó következményekhez hasonló következményekben részesül. Oké, akkor nézzük elő, akkor nézzük talán sorjában, érdemes talán sorjában tisztázni, mi is a zsidó hozzáállása a mesiási a mesiáshoz ugye a, a, megváltó, a mesiás a teremtés, a teremtés történetének, a teremtés, a világ történelmének a lényegi időpontja, amikor eljön Isten, Isten segítségével a megváltó, a, mesiás, a messiás, héberül messiach, héberül azt jelenti felkent, abból a szóból származik, hogy limsoch, húzni vagy felkenni, a mesiás egy felkent király, ugye csak úgy, mint az ókor Izrael királyait felkenték, ugyanúgy a mesiás is egy felkent királya lesz Izraelnek, és tulajdonképpen a mesiás eljövetével kapcsolatban a legfontosabb, a legfontosabb direktíva a Maimonides, a Rambam, Moseben Maimon Rabbi a 12. században Egyiptomban élt, Spanyolországból származó, de Egyiptomban élt Zsidó filozófus és dönt, döntnök, és rabbi, akinek magnum opusa a Misnét orája, mi könyvben, a végén a királyok törvényeinél a Maimonides több fejezetben is beszél a messiás törvényeiről. A, tulajdonképpen a Maimonides a következőt mondja, és ezt teszi a talmudi, rabbinikus, illetve bibliai szövegek alapján, döntvény formájában. A következőt kell tudni, ha lesz, ha támad egy olyan ember Izraelben, mármint a zsidó nép körében, aki Dávid király leszármazottja, és visszatereli, visszaviszi Izrael száműzöttjeit, a zsidó népet a diaszporából a Szentföldre, felépíti a harmadik Jeruzsálemi szentét, feltámasztja a halottakat, és visszaállítja a szentélybeli szolgálatot, az áldozathozatalt, akkor bizonyára lehet tudni, hogy ő a messiás. Ez a majmonides döntvénye, és tulajdonképpen ez az a döntvény, ami alapján ez a, ez a definitív döntvény, ahogy alapján ma is gondolkodunk a messiásról. Azaz, a dolog sorrendisége az egy kicsit, hogy mondjam, kontraintuitív ahhoz képest, ami az általános közvélekedésben megszokott. Az általános közvélekedésben az szokott meg, vagy az a megszokott tézis, hogy, 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 hogy egyszer csak jön valaki, aki azt mondja magáról, hogy ő a messiás, vagy azt mondják róla, hogy ő a messiás, és akkor mindenféle dolgokat kell megcselekedjen. A Majmonides szerint, és a zsidó álláspont szerint ez nem így van, hanem a dolog fordított sorrendű. Először kell az a bizonyítéka annak, hogy valaki a messiás, hogy megcselekszi azokat a dolgokat, amelyekről a proféták jövendöltek, illetve ezeket a dolgokat, ugye somásítva azokat a dolgokat, amiről az előbb beszéltem, tehát a diaszporában a világ négy sarkáról összegyűjti a zsidó népet Izraelbe, feltámasztja a halottakat, felépíti a harmadik Jeruzsálemi szentét, visszaáll az, is, a, a, a az áldozat hozatal, és tulajdonképpen a messiás évetelével beáll egyfajta egyfajta nyugodtság, egyfajta béke a világban, amely tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy a természet törvényei megváltoznak, tehát nem lesz örökké, nem tudom, 25 fokos napsütés, és nem, fog kolbász, nem lesz kolbászból a kerítés, és nem fog fán, fán teremni a pénz, hanem a világ olámke minha gonoeg, hogy majd majd ezt fogalmaz, tehát a világ ugyanúgy fog működni, ahogy most is működik, mindösszesen megtelik a föld Isten tudattal, eh, Jimale Harec, Deát ahogy a proféta fogalmazott, megtelik a föld Isten tudattal magyarán, mindenki fogja tudni, hogy a világnak van egy teremtője, mindenki fogja tudni, hogy mi a, vilá, mi a mi a Isten célja, és mindenki fogja tudni azt egyértelműen, hogy ö, mi a rossz és a jó közötti különbség, mi a bűn és az erény közötti különbség. Ugye ez sajnos ö, ugye egyszerűnek hangzik, de valójában nem is olyan egyszerű. Ugye nem mindenki van azzal tisztában, hogy mi az, ami bűn és mi az, ami erény. Tehát tulajdonképpen ez, ez a, ez a mesiási, ö, ezek a messiási kritériumok. Tehát még egyszer, és csak iterálom, nem úgy történik a dolog sorrendisége, hogy meghatározunk egy figurát, egy embert, akire azt mondjuk, hogy ő a messiás, vagy aki azt mondja, pláne aki azt mondja magáról, hogy ő a messiás, hanem ezeket a dolgokat kell vég megcselekednie és végrehajtani, és akkor fogjuk tudni, ebből fogjuk tudni, hogy ő a messiás, ő a messiás király. Melechamasiach, messiás király. Oké, okay. most, mi a helyzet most mi a helyzet az, az álmessiásokkal, ugye? Olyan, olyan emberekkel, akik, akikről sokan azt gondolták, vagy gondolják, hogy a messiás, hogy a megváltó, ugye? És itt megint megragadom az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ezek a beszélgetések egyáltalán nem arról szólnak, hogy nekem a bármilyen módon a keresztény vallás bármilyen módon minősítsem, vagy véleményt alkossak róla, ez nem az én feladatom. Ez pusztán a zsidóság álláspont mondom, tehát még egyszer ezek a kritériumok, a harmadik szentély felépülése, a, a diaszpórai zsidóság, tehát a, az, az, egész zsidóság Izraelbe költöztetése, és a halottak feltámadás, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket a messiás meg kell cselekedjen, ha nem cselekszi ezeket meg, akkor abból kiderül, hogy nem ő a messiás, jó? Tehát ez a, ez a, ez a helyzet. A, a világ számos álmessiás volt, számos sok olyan ember volt, akire azt gondolták sokan, egyébként még voltak olyan időszakok, amikor még a, a zsidó nép vezetőinek többsége is, vagy jelentős része is azt gondolta egyes figurákról, hogy, ők a mesi, hogy ő a messiás, és aztán, aztán a végén nem így lett. nem, nem így lett, mert a végén bebizonyosodott, hogy nem ő az, hát hiszen ha ő lett volna, akkor megtörténnek azok a dolgok, amikről az előbb említettem. Vagy amiket az előbb említettem. Ilyen, uh, ilyen potenciális messiás volt uh, uh, bár Kochba, ugye Simon Bar Kochba, a, vagy Bar Kuziba, az a, az a zsidó harcos, szabadságharcos, aki a rómaiak ellen vezetett felkelést, az időszámítás utáni második században, tulajdonképpen az utolsó nagy és igazából egy ideig sikeres felkelést, Bár úgy hívták, hogy Simon Bár és ugye a neve ismerős lehet, mert a Barkóba játék az az ő nevéből adódik. Bár Kochba, így hívták, ami Héberül azt jelenti, hogy a csillag fia, ugye ezért is nevezték így, mert, mert azt gondolták róla, hogy ő a messiás, és ugye a tórai vers, vagy a bibliai vers Kochárnolatba Jakov, hogy Jákov Jákobból születik majd egy csillag, tehát a messiás, ugye Jákob leszármazottja, ezért a messiás, mint csillag, egy ilyen fajta ilyen költői képe van, illetve így hívták bár Kochbát, vagy Simon bár Kochbát, ezt, ezt az embert, aki a felkelést vezette, és aki egy három éves felkelést, amit vezetett, egy ideig sikeres volt, aztán utána a rómaiak leverték a felkelést, és mikor bár Kochba nem cselekedte meg, most járunk második században, tehát cirka száz évvel, vagy mondjuk 67 when you második Jeruzsálemi szentély pusztulása után, és nem építette újjá a harmadik szentét, nem építette fel a harmadik szentét, nem hozta össze a zsidó száműzötteket a világ négy sarkából, nem támasztotta fel a halottakat, és a rabbik, a korak, akik közül sokan azt gondolták, így például a leghíresebb rabbi a Kiva, a is azt gondolta, hogy bár Kochba lesz a, 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 megváltó, be kellett lássa, hogy nem ő az, és nem teljesültek, és akkor ez csak egy, egy, egy téves riasztás volt, ahogy szokták mondani. Később a történelemben tört több um, híres álmesiás volt, talán a legnagyobb kárt a történelem összes álmesiása közül egy sáptáj Cvi nevű figura okozta valamikor a 15. században Törökországban született emberről van szó, egy nagy, egy bölcs rabbiról volt szó, és egy szent életű emberről, akiről nagyon sokan azt hitték, hogy ő a messiás, és olyan sokan azt hitték, hogy évtizedekig a zsidó nép jelentős része arra készült, hogy Saptai Cvi véghez viszi azokat a, a csodatételeket, ugye, hát csodatételek, szóval azokat a dolgokat, mint mondjuk szentély felépülés, meg a zsidók számüzetése, vagy a számüzetésből való összegyűjtése, amikről a proféták, amikről a proféták nyilatkoztak. Sáptáj sem kiderült is, hogy nem ő a messiás, és ez borzasztóan a csalódottságot okozott, mondanom sem kell a zsidó nép körében. De ugyanúgy néhány évvel később, Szintén itt Európában volt egy Jákob Frank nevű figura Németországban, akiről sokan gondolták, hogy ő a messiás, és a sabatisták, a, 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 a sabatisták tehát a saptájcvi követői, illetve aztán később a frankisták a népen belül, nagyon sokáig élő szekta volt, ami tulajdonképpen számkivetett szekta volt a népen belül, egyre csökkenő számmal, de még egyszer cvi, a saptájcvi okozta csalódás, olyan mély, sebet ejtett a zsidó népen, hogy nagyon sokáig nem mert, mert a zsidó nép egyáltalán arra gondolni, hogy a messiást milyen módon várjuk. Aztán később, pár száz évvel később, egy másfél évszázadal később a haszid mozgalom, a haszidizmus megjelenésével vált ismét, ha úgy tetszik, divat a messiás várás. Korábban is vártuk a messiást, egyik a zsidó hittételeknek, ugye 13 hittétele van a zsidóságnak, erről esetleg egyébként egyik alkalommal lehet majd beszélni. Az egyik, ez pedig a, a mesiásba való, messiás eljövetelébe való hit. A nimá minbe munassa léma be viat hiszem teljes hittel a mesiás eljövetelét, ve piseit im kolza hakeló becholjom se és annak dacára, hogy késlekedik, minden nap várom az ő eljövetelét, tehát ez egyik a, a zsidó hitelveknek, Uh, de mégis ezek a csalódások, a, az álmesiási csalódások, ezek nagyon sokszor uh, uh, hogy mondjam, hátra vetették a zsidók messiás várását. Oké, okay. tehát ennyit a, ez a messiás eljövetele körüli, vagy, vagy honnan fogjuk tudni, hogy ki az igazi megváltó, az, az igazi megváltó, aki ezeket a dolgokat megcselekszik, illetve ennyit az álmessiásokról, akikből sajnos a történelem során volt egy jó pár. Egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, ha a messiás Isten fia, és ha Istennel egyen, egy lényű, egy lényegű, akkor miért csak a messiás jön be ebbe a világba, és miért nem képes Isten úgy bejönni, hogy ezt a világ el tudja viselni? Hát a rövid válasz erre az, hogy a Messiás nem Isten fia. A zsidóság nem ismeri ezt a kifejezést, hogy Isten. Mármint nem ismeri azt, ne, ez nem igaz. Ismeri azt a kifejezést, hogy Isten fiai, az embere az Isten fia. Az emberek az Isten fiai, az egész emberiség, Isten gyermekei, de a Messiás nem Isten fia vagy ilyesmi. Tehát nem, nincsen arról szó, hogy a Messiás egy különleges ember volna, valamiféle angyal lenne, vagy valamiféle hasonló, erről nincsen szó, a mesiás egy húsvér figura lesz, akit anya fog szülni, és a, e, e, lesz neki fizikai megjelenése, és minden egyéb, és meg is fog halni. Tehát a zsidó hit szerint a mesiás eljövetele után, miután megcselekszi mindezeket a dolgokat, amiket meg kell cselekedni, majd utána ugyanúgy meghal, mint minden másik ember, egyszer csak, míg nem aztán a mesiási idők ezer évig fognak tartani, a zsidó hagyomány szerint és azután az ezer év után, azután az ezer év után pedig el fog jönni egy utopisztikus világ, de az már nem a messiási világ, az annál sokkal, vagy még spirituálisabb, még szellemibb világ fog elkövetkezni, de ez már a messiási kor után van. Tehát nincsen arról szó, nincsen tehát arról szó, hogy a messiás Isten fia lenne, vagy bármi hasonló, úgyhogy ezt a kérdést ezt nyugodtan elvethetjük. Most ami a sátán, a sátánt illeti, ugye a Sátán héberül, de mint, mint valami, ajánlom mindenkinek figyelmébe a Lekvár és Jem blogomon írt blogbejegyzést a, a, sátán, mint bukott angyal, vagy bukott angyal a sátán, vagy valamiféle hasonló, erről nincsen szó. A sátán nem Istenen kívül van, Istenen, nem, istenen kívül nem nincsen semmi, ugye erről beszéltünk a tánya órán, hogy Istenen kívül nem létezhet semmi, minden Istenen belül van, azaz minden dolog isteni, még a sátán is, illetve a rossz ösztön is, és a negatív dolgok, a, gonosz, a mindenféle gonoszság és pusztulás, az is Isten ből származik, az is Istennek a része. Másképp nem is lehetne, mert hogyha azt mondanánk, hogy valami Istenen kívül van, akkor ez elnézést, akkor ez megbolygatná az Isten egységébe vetett hitünket, tehát erről nincsen szó. Egyszerűen arról van szó, hogy a sátán, vagy az, a, a rossz ösztön tulajdonképpen az embert igyekszik próbára tenni. Most, mi a, egy nagyon, a haszidizmus egy nagyon szép példázattal uh, illusztrálja azt, hogy miért is akar a rossz ösztön, miért akarja a rossz ösztön az embert próbára tenni. Azt meséli a haszid, van egy haszid történet, hogy a királynak van egy egyetlen fia, Akit, aki a trónörökös lesz, majd aki uralkodni fog a királyságon, majd a király halála után. És a király le akarja tesztelni a fiát, hogy vajon milyen emberi, miben fából faragták a herceget, milyen ember, milyen ember vajon jó uralkodó lesz-e vagy sem. És mit csinál a király? Felbérel egy prostituáltat, annak azért, hogy kísértse meg a fiát, felbérel egy prostituáltat, hogy hozza kísértésbe a fiát. És a király megnézi, hogy a fiú vajon ellenáll-e a kísértésnek, vagy pedig elbukik, és akkor uh, nem olyan minőségű, amilyen a minőségűnek a hercegnek lennie kéne. Um, most a, 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 a prostituált, maga a prostituált is, Tulajdonképpen ugye a prostituált az egy, egy fontos dilemma előtt áll. Mert a prostituált egy részről szeretné teljesíteni a király kérését, azaz elcsábít, szeretne sikeres lenni az elcsábításban, hiszen akkor sikerül az ő küldetése. De másrésztről a prostituált maga is szomorú lenne, hogyha sikerülne neki elcsábítani a herceget, hiszen hát az, az neki is csalódás lenne a herceg emberi minőségében. Tehát maga, maga a felbérelt küldönc is ö, ö, hogy mondjam, nincsen egy könnyű morális szituációban. Egyrésztről sikeres akar lenni, viszont másrésztről nem akarja, hogy a herceg el, ö, elbukja, elbukja a tesztet. Ugyanúgy a király is. A király me, meg akarja nézni, hogy a fiát milyen fából farakták. De szíve mélyén nem azt szeretné, és nem is csak a szíve mélyén, azt szeretné, hogyha a fiú nem buknál ezt a tesztet, hanem a fiú átmenne ezen a teszten, méghozzá jelesül, és nem esne a prostituált kísértésébe. Ez tulajdonképpen a rossz ösztön. A rossz ösztön a prostituált, akit a, 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 az, a, az az erő, az a, az a lélek, a lélek, lelkünknek az az oldala, amelyet Isten azért teremtett, hogy próbára tegyen bennünket. De mind a lélek, mind a rossz ösztön maga, mind pedig Isten valójában azt szeretné, hogy ne bukjunk el a próbatételeken. Természetesen ezt szeretné. Term próbára akar tenni minket, és tesztel bennünket, de valójában de, de azt szeretné, azt akarja, hogy ne bukjunk el, hogy mindannyian ö, kiálljuk a, a próbatételeket, és ellenálljunk a kísértésnek, ellenálljunk a rossz ösztönnek. Ez tulajdonképpen, ha, ha valamilyen módon meg kéne fogni a sátánt, akkor vagy meg kéne érteni a, a szátánt, a sátánt, a, a rossz ösztönt, ugye lehet más jelzőket is aggatni rá, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ezzel a példázattal lehet a legjobban megérteni a mi feladatunk ellenáll. Mi vagyunk a herceg mi, az emberek vagyunk a herceg, a király ebben a példázatban természetesen Isten, aki azért, küld, azért küldi a rossz ösztönt, hogy próbára tegyen bennünket, de valójában sem a rossz ösztön, és pláne nem Isten, nem akarja, hogy mi elbukjunk ebben a próbatételben. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma este is velem tartottatok. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Addig is kérés, a YouTube csatornám új erőre kapott, és ennek nagyon örülök. Úgyhogy ö, ö, szeretném kérni mindannyiatoktól, hogyha van rá lehetőségetek, a Youtube-on keresetek, keresetek meg, Megyeri Jonatán, a.j.megyeri, és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Ott is lesz, vannak és lesznek exkluzív tartalmak, ugyanúgy az Instagram csatornára is, vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek további szép estét kívánok! És boldog új évet!